Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik június 4-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Prahani holdházban van. Ez a Prahani holdház lefordítva a föld anyát, a mi földünket, a természetet és az újjászületést szimbolizálja. Ezt szerettem volna mutatni ezen a képen. Ezen a napon lesznek változások. Amit tervezel, az most megvalósítható. Lehet, hogy másképp érzed magadat, és úgy gondolod, ez számodra, mint egy újjászületés. Ezen a napon, június 4-én a nap és Vénusz bolygó együtt hat. A nap megvilágít bennünket, hölgyeket, láthatóvá tesz bennünket, megvan ez a kisugárzásunk, mások észrevesznek bennünket, vagy észreveszik a mi nőiességünket. Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi kapcsolatokat is, és a nap hatása alatt most tisztázódnak bizonyos dolgok. Ezen a napon, június 4-én Merkur bolygó és Jupiter bolygó együtt hat. Ez jelenti a szerződéseket, vagy a tudást, a bölcsességet, de a kommunikációt is, és ez előnyös, ez szerencsét hoz. Mint említettem, a nap és Vénusz bolygó együtt hat, és a hold besugározza ezt előnyösen, kihat anyai témákra, vagy kihat az érzelmeinkre. Ezen a napon, június 4-én a hold és Szaturnusz bolygó egy szép kapcsolatban van. A hold jelenti az álmainkat, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy ez az álom megvalósuljon. És ez kihat a holdházra is, ez lehet most egy újjászületés. Most újra láthatóak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt. Ez felül látható. És ott a madarak szimbolizálják a szerelmi dolgokat, és itt minden jóra fordul. A férfi a képen, az lehet valaki a környezetében, és ez a férfi jó indulatú, segít neki. Lehet, hogy tanácsot ad, biztatja őt, hogy minden jóra fordul a szerelmi élet területén. Ez a jóindulatú férfi utalhat az ő tartására, az ő hozzáállására is, hogy biztos a dolgában tudja azt, hogy minden jóra fog fordulni. Az érzelmei bal oldalon láthatóak. Az egyik képen a változások vannak, a másikon egy utazás. Vagy megváltozik a hozzáállása, vagy változnak az érzelmei, hogy átteszi magát a félelmeken, megvan a bizalom. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő távol él,
de meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és te látogatod meg őt, ez jelentheti ezt az utazást, vagy a változások utalhatnak egy költözködésre is. Esetleg, hogy változik a helyzet, változik az irány, és lesz egy közös nyaralás. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Ott jobb oldalon ez a pár jelenti a házasságot. Vagy szeretne veled összeházasodni, vagy együtt élni, itt kialakul egy komoly párkapcsolat. Más témáknál, például egy költözködésnél, vagy munkahelyi dolgoknál, ez a kártya utalhat szerződésekre is. És alul a kislány jelenti a gyermekeket, ez tényleg utalhat a gyermekekre, vagy jelent egy új kezdetet, jelenti az ő fiatalos kisugárzását, az ártatlanságát, utal változásukra, ugyanúgy, mint a gólya. A gólya is szimbolizálja a változásokat. Hogy jelenleg mi fűz össze benneteket, milyen az energia, az középen látható, és ezeket a virágos kártyákat is a férjem készítette, az én ötletem, az én inspirációm, de ő készítette a képeket, és a pipacs jelenti az álmokat, az alvást, és jelenti a belső erőt is. Kell, hogy kipihent magadat, hogy meglegyen utána az élet erőd. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy eddig voltak lehetőségek, de ti ezt elaludtátok. De most megvan az erő ahhoz, hogy legyenek változások, legyen egy új kezdet. Itt a pipacs virágnál meg kell, hogy említsem, hogy én imádom a pipacsot, meg a buzavirágot. Ez olyan gyermekkori emlék, és ez olyan gyönyörű volt ez a természet, a buzavirág meg a pipacs. Nem tudom, hogy ti így látjátok, vagy milyen emlékek vannak a gyermekkorból, hogy nektek is tetszik ez a növény. Ezt persze leírhatjátok a kommentárban. Bal oldalon ez a lovas hintó, ez jelenti a külső befolyásokat. Egy hintó tulajdonképpen mozog, előre viszi a dolgokat, mozgásba jön valami. Az is lehet, hogy valaki közeledik hozzád. Viszont itt van két szín, a szürke meg a fehér. A fehér az segít, akkor tényleg van mozgás. Viszont a szürke az fékezi az eseményeket, mert valami blokkolja, vagy vannak még félelmek, vagy vannak még bizonytalanságok. Itt a külső befolyásról van szó, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy légy bátor, itt előre mennek a dolgok, lesznek változások, ne félj a változásoktól. A másik, a szürke személy pedig azt mondja számodra vagy számára, légy kicsit óvatos, ebből úgysem lesz semmi, gondold át még a dolgokat. Tehát két irány, két befolyás látható. A te energiád az jobb oldalon, a képen látható, ott jobb oldalon alul. Itt a képen van egy üzlet. Itt spirituális dolgokat árul ez a hölgy. Lehet, hogy készíteni akarsz egy szertartást, és valami hiányzik még ehhez. Például egy gyertya. Akkor el kell menni ebbe az üzletbe, és akkor szerezd be azt, ami még hiányzik. A kártya azt is jelentheti, hogy a spirituális területen dolgozol, ez a hivatásod, és most azon töprengsz, mi lenne akkor, ha nyitnál egy ilyen saját üzletet. Az ötlet jó, és ahogy a holtház mutatja, itt lesz egy újjászületés. Sőt,
a kártyák is jelenthetnek bizonyos szerződésekre vagy változásokra. Visszatérve a lovas hintóra, lehet, hogy valaki azt mondja neked, igen, ez egy jó ötlet, fogj bele. Valaki más pedig azt mondja, ó, ez olyan bizonytalan, senki nem fog vásárolni nálad, itt veszteség lesz, gondold át a dolgokat. Ha ezek a tervek, akkor az időpont az kellemes ahhoz, hogy megnyisd az üzletedet. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ott megjelenik naponta a mai naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!